Jelentős összegekhez juthat Magyarország a 2014 és 2020 közötti uniós költségvetésből. Fontos, hogy a támogatásokból az építőipar is részesüljön, hiszen a mai magyar helyzet nem a legrózsásabb, mondta el Kató Aladár, a Magyar Téglás Szövetség elnöke. 2012-ben 1560 darab lakás épült Magyarországon, az elmúlt 90 év legrosszabb adata. A II. Világháborúban 1944-ben 14 ezer épült, tehát ennél lejjebb van, ha már érdeklődünk, akkor nem nagyon találjuk a mélypontot. Én azt hiszem, hogy innét érdemes előrelépni. Az első lépések egyike az építési konferencia megszervezése volt, ahol az energia és a lakáspolitika szakmai képviselői tartottak előadást az elkövetkező időszak lehetőségeiről. Dr. Szaló Péter, a Belügyminisztérium területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkára a városfejlesztés előtt álló új lehetőségekről beszélt. Igazából ez nem közösségi hatáskör, mint a kohéziós politika, ahol egyértelmű a bizottságnak a felelőssége, hanem tagállami hatáskörbe tartozik. Viszont van egy nagyon hatékony informális együttműködés a városfejlesztését felelős miniszterek között, aminek az egyik legnagyobb vívmánya a Lipcsei Charta, amelynek életbe léptetésén folyamatosan dolgozunk. A szakértők szerint az államnak határozott szerepet kell vállalni a lakásépítésben. Úgy vélik, erre jó eszköz lenne, ha a családok az épülő lakás áfájának megfelelő összegét támogatásként visszakaphatnák. A konferencián elhangzott az is, legalább 1%-os újjáépítési ráta kellene, hogy a lakásokat ne több száz évig kelljen fenntartani.